Hazánkban 10. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával. A már 21 országban zajló mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire, valamint segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A február 12-e és 19-e között sorra kerülő országos rendezvénysorozatot február 9-én sajtótájékoztatón mutatták be a fővárosi egyes számú központi házasságkötőteremben. A házasság hete idei házaspárarca Madarász Isti filmrendező és felesége, Kerekes Mónika arról beszéltek, hogy nehezen vállalták el a nagyköveti szerepet, mert nem tartják magukat példamutató házasságban élőknek. Az, hogy mi itt ülünk, az számunkra a legmeglepőbb, és viccesen jó érzés, hogy ide ki vagyunk ültetve a bölcs emberek közé. Főleg, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 9 évben kik voltak a házasság hete arcai, akkor különösen mókás, hogy mi itt lehetünk. Annyit tudunk felhozni mentségünkre, hogy már 15 éve mi is házasok vagyunk. Szerintünk az nagyon nagy szám, bár most hallottam, hogy 42 év, és kicsit így összehúztuk magunkat. De világéletünkben házasságpártiak voltunk, és azt kell tudni a mi előtörténetünkről, hogy mind a ketten miskolciak vagyunk, és 17 évesek voltunk, amikor bekerültünk egy keresztény kórusba, ez volt a Continental Singers, egymástól teljesen függetlenül kerültünk oda. Én mondjuk rögtön kiszúrtam Moncsit, de ő még engem nem szúrt ki. És mi évekig nagyon jó barátok voltunk. És aztán 3 évvel később, 97-ben ez a Continental Singers egy zenész színdarabot készített, amiben mind a ketten játszottunk. Én voltam a férj, ő a feleség, és a próbák során egymásba szerettünk, és aztán így maradtunk. És olyannyira házasságpártiak voltunk, hogy amikor a mi barátságunk átfordult szerelembe, akkor mi a második napon leültünk, és megbeszéltük, hogy össze fogunk házasodni 4 év múlva, mert akkor fogjuk befejezni az egyetemet, és napra pontosan 4 év múlva házasodtunk össze. Soha többet nem voltunk ilyen következetesek, de akkor pont így jött ki egy szombat. És szóval 15 éve szépen, jól, közepesen jól, jobb napokat és rosszabb napokat megélve éltegélünk. És tavaly, amikor volt a házasság hete, akkor valóban elhívtak minket egy olyan beszélgetésre, ahol 3 házas pár ült az asztalnál, és így beszélgettünk egymással a konfliktusokról. És mi mindig is azon a állásponton voltunk, hogy ezekről jobb őszintén beszélni, még akkor is, ha lerántjuk a leplet arról, hogy a mi házasságunk nem egy tökéletes házasság, és semmiképpen nem lehetne kirakni a vitrínbe. De azt hozzá kell tenni, hogy azért igyekszünk, és boldogak is vagyunk. És ezután kerestek meg minket a szervezők, hogy mi lenne, hogyha részt vennénk a házasság hete idei programjában, mint a házasság arcai, amitől mi meglehetősen gyorsan el is zárkóztunk, főleg Moncsi. Mert tényleg azt gondoltuk, hogy azért, hát azért mi nem vagyunk ennyire kiemelkedő és példamutató házaspár, hogy ki lehet minket rakni, de tessék megnézni, így kell egy házasságot jól csinálni. De aztán rájöttünk, hogy valószínűleg nem is ez a feladat. Tanítani mi nem tudjuk, hogy kell ezt jól csinálni, de arra jöttünk rá, hogy inspirálni és bátorítani még mi is tudunk. A mi házasságunk olyan, amit bárki utánunk csinálhat, mert nem űzzük olyan magas szinten, de meglehetősen vidáman és boldogan sikerült 15 éve élnünk. Olyan érdekes, hogy ugye ahogy készültünk erre a hétre, nagyon sok interjút adtunk már, és nagyon sokat beszélgettünk emberekkel a házasságról, és feltették gyakran azt a kérdést, hogy de akkor mi a nagy titok? És mivel sokszor feltették, ezért úgy próbáltunk valamit megfogalmazni, de rájöttünk, hogy ez nem megy, mert nincsenek nagy titkok, vagy legalábbis mi nem tudjuk, tehát ha valaki tudja, akkor majd segítsen. De aztán Komlósi Piroska pont mondta, hogy azért vannak olyan irányelvek, amiket egy működő házasságnál, vagy egy jól működő házasságnál meg lehet fogalmazni, vagy össze lehet gyűjteni, és nekünk
úgy érzem, hogy ezek az elvek, ezek működnek, és erről beszélünk mi is általában az interjúban és a beszélgetésekben, és amikor megkaptuk ezt a feladatot, azt gondoltuk, hogy de ezek annyira magától értetődő dolgok, hogy mi szeretjük egymást, mi sokat beszélgetünk egymással, és megosztjuk egymással azt is, hogyha valami nagyon nem tetszik, és merünk veszekedni, de most már egyre gyorsabban ki is békülünk, és nem tartjuk a haragot. Mi nagyon jól érezzük magunkat ebben, és olyan jó lenne, ha tudnánk másokat ebben is bátorítani. Azokat, akik még előtte állnak, hogy jó ebbe belevágni, és ha megvan a megfelelő ember is, és Isten megadta ezt az ajándékot, mert én hiszem, hogy ez nagyon, nagyon nagy ajándék, hogy egy otthon egy társ melletted, akkor merjenek belevágni, és akik pedig benne vannak, és esetleg éppen küszködnek, akkor talán ha ránk néznek, és azt látják, hogy jó, hát ő nekik is megy, és nem olyan nagy számok, akkor mi is megpróbálhatunk, vagy odafordulunk valakihez, aki tud segíteni. A hazai keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával 10-szer megrendezett házassághete sajtótájékoztatóján Radnai Jenő, a Magyar Katolikus Családegyesület alelnöke felolvasta az éppen külföldön tartózkodó Bíró László családreferens püspök üzenetét. Ferenc pápa gyakran jellemzi mai társadalmunkat úgy, hogy az ideiglenesség társadalma. Ennek egyik oka az, hogy sokan úgy gondolják, az öröm a birtoklásból, az élvezetekből, vagy az extrémitásokból fakad. Sok házaspár azért hajszolja magát, hogy megszerezze azt a keveset, ami még éppen hiányzik. Dolgoznak, küszködnek, és mire sikerül azt a keveset megszerezniük, rájönnek, hogy még mindig hiányzik valami. És így egész életükben a többet birtoklásért fáradnak, de sohasem jutnak el odáig, hogy most már több nem kell. Az élvezetek csak addig jelentenek örömet, amíg tartanak. Utánuk fáradt, kiábrándulás következik. A szélsőségek is csak addig okoznak örömet, amíg újdonságnak hatnak. Ha megszokjuk őket, már inkább csömört okoznak. Ferenc pápa kimondja, az öröm nem a többet birtoklásból, nem a rövid ideig tartó élvezetekből, nem a szélsőségességekből fakad, hanem a találkozásokból, az emberi kapcsolatokból, az ideiglenességgel szemben, az állandóságból, a stabilitásból. A találkozások hiánya és az igazi kapcsolat hiánya veszélyezteti leginkább a házasságok állandóságát, stabilitását. Ezért fontos, hogy a házaspárok törekedjenek egymást kiteljesíteni, hogy közös életük sikereire, örömeire, gondjaira elmondhassák. De szép az élet, veled kiteljesedve. A házaspárok Isten képmásai, a férfi és a nő mind a ketten. Nem pusztán a férfi, nem pusztán a nő, hanem ők ketten együtt Isten képmásai. A férfi és a nő közötti szövetségben a szeretet, Isten velünk való szövetsége jelenik meg. Két ember egysége a házasságban önmagán túlmutató valóság, Istenre utaló jel. A házastárs felé forduló igaz szeretetben az ember megérti és megéli, hogy veled kiteljesedve Isten titkának részese lehet. Komlósi Piroska családterapeuta,
a Károli Gáspár Református Egyetem docense arra hívta fel a figyelmet, hogy a házasságkötések számának 2011 óta tapasztalható lassú növekedése azt jelzi, hogy a 35-49 évesek körében él a remény, az előző generációnál látott negatív példák, a válások nagy száma ellenére is. A szociológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy Magyarország lakossága kimondottan házasságpártinak tűnik. Az élettársi kapcsolatok nagy százalékában is a későbbi házasságot is a cél. Hogy állunk a válásokkal? Azt mondhatjuk, hogy a magyarországi statisztika az európai középmezőnyben helyezkedik el. Néhány jellegzetességet megfigyelhetünk az utóbbi 25 évben Magyarországon, ami az európai trendet is mutatja. A családalapítási életkor erősen kitolódott, és a házasság kötések és gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat. Hogy ez mi mindennel függ össze? Többek között az elhúzódó diákléttel, az elhúzódó felnőtté válással, munkavállalási nehézségekkel, illetve a nők intenzív belépésével a munkaerőpiacra. Azt látjuk, hogy a 35 év alatti fiataloknak mintegy 60%-a él már élettársi kapcsolatban. És terveik szerint a cél majd egy házasság. A házasságkötések számának örömteli emelkedését láthatjuk, 2011 óta folyamatosan, lassan emelkedik ez a szám. És ha jobban megnézzük az adatokat, azt látjuk, hogy a 35 és 49 éves korosztályban vált jellemzővé ez a növekedett szám. Ez a folyamatos növekedés örömmel tölthet el bennünket, mert azt mutatja, hogy a fiatalok közt igenis él a remény, hogy a sok szomorú példa válás ellenére képesek lehetnek a házasságukat jobban alakítani, mint elején. Segítenünk kell nekik ebben. És örülök, hogy a házasság hetében a fiatalokra különös hangsúlyt helyezünk. Szeretném hinni, hogy a fiataloknak ez a bizakodása azzal is összefügghet, hogy hazánkban egyre többet olvashatnak és hallhatnak az emberek arról, miként lehet a párkapcsolati kultúrát fejleszteni, nagyobb önismerettel és tudatossággal kezelni a jelentkező problémákat, és több örömöt vinni a kapcsolatba. Amikor a házastársa Gary Chapman emlegetett szerző magyarul is hozzáférhető könyvei segítségével arról tudnak egymással beszélgetni, hogy ki melyik szeretett nyelvet beszéli és érti a kapcsolatukban, akkor elindulhat közöttük a házastársi kapcsolat tudatos jobbítása, fejlesztése, és ez a további kommunikáció megnyitásához vezethet. Mert az egyik házassági népbetegség, ahogy tapasztalataink, mint párterápia mutatják, amire leggyakrabban panaszkodnak a segítséget kereső párok, az az, hogy nincs közöttük kommunikáció. Kikopott az évek során. Kérdezhetnénk szomorúan, miért is hagyták? A válasz talán az, hogy mert senki nem mondta nekik, hogy a mindennapi tévézés és internetezés helyett a személyes, egymásra figyelő beszélgetés, információcsere tudja csak összetartani az embereket. Ez jelenti a társunkhoz való kapcsolódást, ez biztosítja, hogy a társunkat megértsük, és ezek a beszélgetések teszik lehetővé, hogy átéljük, a társunk együtt érez velünk. Tanítani kellene már az iskolában, hogy a napi vitamin mellett a napi beszélgetés minden családtaggal 10-10 perc, csak vele, személyesen, a lelki egészség és a boldogság alapfeltétele. Herjecki Kornél, a harmad kiadó igazgatója kifejtette, hogy a szervezők meggyőződése, hogy a több millió lakost elérő egy évtizedes házassághete mozgalomnak a kormányzati intézkedések mellett a pozitív, sikeres életpéldák és a párkapcsolati problémakezelés elérhetővé tétele révén jelentős szerepe van a házasságkötések számának növekedésében. Ilyen kerek évfordulónál az ember elgondolkozik, hogy mit sikerült az elmúlt 10 évben elérni. Egy kicsit visszatekintünk, és egy kicsit előre is. Hát pillancsunk rá először az adatokra. Amikor kezdtük, a házasságkötések száma Magyarországon mély repülésben volt, 2010-ben érve el ennek a mélypontját, és ehhez a mélyponthoz képest 2015-ben
már több mint 29%-kal volt több a házasságkötések száma. És a tavalyi év eddig meglevő eredményei az első háromnegyed éve is 10%-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a családbarát intézkedések mellett a házasság hetének ez az alulról szerveződő és mára már tényleg országos méretűvé nőtt mozgalmának kiemelkedő a jelentősége abban, hogy a házasságkötések száma így emelkedhetett. Ennek alapján úgy látjuk, hogy a házasság hete mozgalom első 10 éve egyfajta mennyiségi növekedésről szólt. Reményeink szerint a következő 10 év pedig a minőségi növekedésé lesz. Ugyanis kevés az, hogyha a házasságot megkötjük, és utána hagyjuk azt tönkremenni. A családok széthullása forintokban is mérhető kárt okoz. Nincs azonban olyan mértékegység, amelyel ki lehetne fejezni azt a fájdalmat, amelyet egy elhagyott társ vagy gyermek érez. Az elmúlt 10 évben is érzékeltük, hogy a házasság hete sokakban nagyon érzékeny és fájdalmas, sokaknak nagyon érzékeny és fájdalmas téma. A házasságkötések számának növekedését persze örömmel állapítjuk meg, de a házassághete mozgalom igazi jelentősége egyfajta szemléletformálás. Óriási dolog az, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy a házasság ma is korszerű, és igazából a jövőt megalapozó kapcsolati forma, amelynek komplexitás azonban komoly felkészülést és későbbi gondozást igényel. A házasságra való felkészítés és a házasság gondozás nem a mi találmányunk, hiszen sokan csinálták ezt már nálunk korábban is. Amiben a házasság hete újat hozott, az talán az, hogy ezeket a törekvéseket megpróbálta összhangba hozni, és partnereink által az ország minden régiójára kiterjesztve az emberekhez fizikailag is közelebb vinni.